Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV július 17-i keddi híradója. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. A hónap műtárgya. A nyár egyik nélkülözhetetlen ruhaneműjét, egy női fürdőruhát mutatnak be júliusban a múzeumban. Az úszódressz egy kanizsai asszonyé volt az 1930-as években. Közösségépítés. Családi napot tartottak az Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársaságánál. A program egymás megismerését és a kikapcsolódást szolgálta. Díjugratás. Három megye legjobbjai indultak a hétvégi kanizsai versenyen. A bajnoki fordulón mintegy 40 lovas vett részt. Most pedig már a részletek és további híreink. Vintás fürdőruha lett július műtárgya a Tóri György Múzeumban. A fekete, klotból vart úszódresszt még az 1930-as években viselte egy nagykanizsai asszony. Az intézmény munkatársai a vitrinben néhány archív fotót is elhelyeztek, amelyekből jól látszik a 20. század első felének fürdőruhadivatját még a visszafogottság határozta meg. Dr. Surányi Lajos némaír Gréte hagyatékából származik ez a fürdőruha, amely azért különleges a múzeum számára, mert nem csak hogy az 1930-as évekből származik, és ebből az időszakból ez az egyetlen darab maradt ránk, hanem igen jó állapotban is van, illetve a mai divathoz igen hasonlító tunikaszerű fürdőruháról van szó. Egy szoknyaszerű rátéttel van ellátva, ami alatt egy ilyen nadrágos megoldással könnyítették meg a hölgyek helyzetét, illetve a divatnak megfelelően már egy kivágottabb nyakrésszel, illetve válpánttal ellátott fürdőruháról van szó. Dr. Vlasics Antalra a Marcali Járásbíróság tárgyalótermében 1973-ban lelőtt zalai származású bíróra emlékeztek a megyei bíróságok. Idén a Bíróságok Napja alkalmából a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemrég kinevezett elnöke, dr. Móricz Krisztián és a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája, újné dr. Bánáti Nikoletta helyezte el az emlékezés koszorúját a síremléken. A becsehelyi születésű, Marcaliban dolgozó bírót egy mentálisan zavart ügyfél lőtte le. Dr. Vlasics Antalt a Somogyi városban temették el, ám később Zalába visszaköltöző édesanyja kihantoltatta koporsóját, és Becsehelyen a Polai temetőben helyeztette örök nyugalomra. A zalaegerszegi törvényszék az Országos Bírósági Hivatal pályázatán elnyert támogatásból 2016. májusában felújíttatta a tragikus körülmények között elhunyt bíró síremlékét. A zalai bíróságok azóta a Bíróságok Napján és minden szentekkor koszorúzással, gyertyagyújtással emlékeznek egykori bírótársukra. Kreatív munkát végezhetnek a diákok az önkormányzatoknál. Nagykanizsán 8 fiatal kapott lehetőséget ebben a hónapban, még a kabinetben is dolgozik egy középiskolás fiatal. Az elmúlt évek statisztikái alapján mintegy 30 ezer fiatal kapott munkalehetőséget ennek a programnak köszönhetően az országban. A Nemzetgazdasági Minisztérium több milliárd forinttal támogatja a nyári diákmunkaprogramot, amelynek köszönhetően a fiatalok önkormányzatoknál vállalhatnak munkát. Remekül érzem magam, teljesen pozitívak a tapasztalataim, szerintem jó döntést hoztam, hogy idejöttem. Diákmunkára a munkatársaim segítőkészek, bármilyen kérdéssel fordulhatok feléjük. Lehetőleg jobb döntést hoztam. Az önkormányzatoknál végzett nyári diákmunka még úgy is pozitív hatással lehet a fiatalok későbbi karrierjére, hogy az év ezen szakaszában kevesebb feladatba tudnak besegíteni, mint tehetnék azt az őszi vagy téli hónapokban. Arra alkalmas ez az időeltöltés, amellett, hogy valóban egy picit ilyenkor uborka szezon van, hogy belepillantson mindenki arra, hogy mire van képessége, hogy bánik emberekkel, vagy esetleg egy rendezvény, hogy áll helyt. Stressztűrő képesség például nagyon fontos. És ha valaki megérzi azt, hogy egy rendezvényen ott van, helyzet van, tenni kell, bele kell szólni a menetbe, és netán stresszel jár, és azt jól bírja, az meg is fertőzheti. Az elmúlt években többször előfordult, hogy a diákok a nagykanizsai önkormányzatnál szerzett tapasztalatokat is kamatoztatva nagy reklámcégeknél kaptak állást. Családi napot tartottak a vadászok. Az Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársaságának hagyományos programja már évek óta a barátságot, egymás megismerését és a kikapcsolódást szolgálja. A lényege pedig a közösségépítés. A társaság tagjai és kísérőik a fő hadiszállásukon, azaz a Bajcsai Vadászháznál gyűltek össze. Ezúttal azonban nem vadászni, nem dolgozni, még csak nem is a társadalmi munkában végzett szemétszedésre érkeztek.
A nap a közösségépítésről szólt. Azt gondolom, hogy a mai világunkban minden vadásztársaságnak a legfontosabb szerepe az, hogy egy közösséget alkosson, ahova tartozni érdemes, ahova tartozni fontos, és ezt érezzék is a tagok. Én úgy gondolom, hogy nálunk ez megvalósult az utóbbi időben. A társaság nem csupán kanizsai tagokból áll. Nagyon sokan a környékbeli településekről származnak, sőt, több budapesti vadász is az EDVT-t választotta. A tagok több társadalmi megmozdulással is részt vesznek. Mindig azt mondják, hogy a pesti emberek azok ilyen zárkozottak, magukba fordulóak, a szomszédok nem ismerik egymást se a házban, se az utcában. Itt annyira mások az emberek ilyen szempontból, ismerik egymást, mindenki tudja mindenkinek a örömét, baját, búját. Sokkal hogyan közösségteremtőbb egy ilyen vidéki helyszín, mint Budapest. Tehát jó ide lejárni, más emberekkel lehet találkozni, más típusú emberekkel, akik sokkal közelebb állnak egymáshoz. A családi nap természetesen főzéssel és vigassággal telt, de a szakmai rész sem maradt ki a programok közül. Trófeaversenyt hirdettek a tagok közt, a szemlén pedig számos tájidegen, illetve egzotikus trófea is látható volt. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Gyümölcs szezon. Érik a füge Muraföldén, már a szüret is megkezdődött, az üzletekben és az árusoknál pedig keresett a magyar dinnye. Falunap Liszón. A negyedik Golub László emlékversennyel indult a szombat a településen. Móricz kupa. Három hétvégén át tart a Kiskanizsai utcák foci bajnoksága, melyet már 45. alkalommal rendeznek meg. Idén is nagy siker a magyar dinnye. Megérkezett a piaci árusok polcaira az itthon termesztett gyümölcs, a tapasztalatok szerint csak nem háromszor annyian keresik, mint a külföldről behozott árut. A korai meleg, majd a nagy esőzések sem ártottak a gyümölcsnek, és ugyan idén előbb kezdődött a szezon, de ezen a nyáron is kiváló minőségű a magyar dinnye. Nagyon vártuk a magyar dinnyét, a hazai termelésű dinnyét. Nagyon szeretik az emberek. Nagyon finom is, szerintem az időjárás nem játszott közre abba, hogy mennyi, milyen a dinnye. A dinnye az jó viselte ezeket a melegeket. Az eső is kell neki, úgyhogy szerintem nagyon finom az idei dinnye. Érik a füge Muraföldén. A Tormaföldéhez tartozó Szent János hegyen már szüretelik is az egzotikus gyümölcsöt. A hétvégén sorban álltak a vásárlók. Az ültetvényen néhány éve fogtak a különleges gyümölcs termesztésébe. A vállalkozás tulajdonosa azt mondja, a fügét egy-egy nyaralás miatt ismerhetik és szerethetik az emberek, a felhasználása pedig sokrétű lehet. Legtöbben megeszik úgy, ahogy van nyersen, tehát főleg mondjuk, aki mondjuk 2-3 kilóért jön, még a kocsiba hazafelé megeszik, azt mondják. De sokan veszik lekvárnak, tehát lekvárt készítenek belőle, ez egy egészen egyszerű felhasználási mód. Nem kell vele sok mindent csinálni, hiszen a füge alapban is nagyon, tehát a füge egyébként is nagyon édes növény, azért egy pici cukrot szoktunk bele hozzátenni, meg a nagy tipp, hogy egy kis citromlevet kell hozzátenni. Ezt mindenkinek elmondjuk. De nagyon sokan csinálnak lekvárt, és egyébként mostanában elég sokat hallottam, hogy sokan meg is asszalják, vagy hát megszárítják ilyen tájcás szárítógében. Horgászverseny is volt a Liszói falunapon. Szinte minden zalai település életében van egy olyan nap, amely nem a porta környéki munkákról, hanem a kikapcsolódásról szól. Azokon a településeken, ahol saját tó is van, ilyenkor szinte elmaradhatatlan a horgászverseny. A délutáni kulturális gasztronómiai forgatagot megelőzően a pecások voltak a főszereplők szombaton Liszóban. A 400 lelkes zsáktelepülés horgász egyesülete és önkormányzata folyamatosan dolgozik azon, hogy csábítsa a horgászat szerelmeseit. A településünknek szerves része a Liszói víztározó, hisz gyakorlatilag ez az egyetlen olyan lehetőség, amely a külső területekről, tehát másik városokból, vagy pedig falvakról ide tudja vonzani az embereket, hisz hatalmas lehetőség egy kis kikapcsolódásra itt a víztározó. A tavat karbantartó helyi egyesület tagjai társadalmi munkában dolgoznak. Saját szabadidejüket használják fel a környezet szépítése érdekében. A számos verseny mellett kiemelkedő a falunapi, amely már negyedik alkalommal a Golub László emlékverseny nevet viseli. Az emlék előtt tisztelek be, hiszen Laci egy igazi vérbeli horgászember volt, a társadalmi munkákon állandóan részt vett, és alapító tagja volt a horgászversenynek, horgász egyesületnek, ami 2008-ban alakult.
A falunapi horgászverseny után sem néptelenedik el a Liszói tó környéke. Az egyesületi versenyeken kívül augusztusban itt tartják a nagy sikerű gyermekhorgásztábort. Díjugrató verseny volt a csónakázó tó melletti pályán vasárnap. A bajnoki fordulón Zala, Vas és Somogy megye egyesületeinek legjobbjai vettek részt. A versenyre csaknem 40 lovas nevezett. Különböző nehézségi fokozatú kategóriákban mérhették össze tudásukat az indulók a kanizsai versenyen. A szervező szerint az egyesületi tagok megszorongatták egymást. Az előbbi versenyszám, amit lebonyolítottunk, az kezdő kategória volt, most pedig már megy a 1 méter, 1 méter 10 centi akadályon megy a verseny, és ami a lényeg, szeretnénk egy 20, egy 30-as összevetéssel egy pályát versenyeztetni, illetve egy versenyt rendezni olyan pályán. Hát bízunk benne, hogy ez sikerül, és tudunk ezeken a pályákon is érvényesülni. A kanizsai pálya és annak környezete évről évre ámulatba ejti a résztvevőket. Nagyon szép helyen lovagolhatunk itt a csónakázótó mellett. Én gyerekkorom óta járok versenyezni, itt voltam kezdő lovasi fista, tehát elég régóta taposom a pályát, úgymond. Nagyon jó a szervezés, a Kanizsa Lovas Klub mindig nagyon szép versenyeket rendez pontos szervezéssel, szép akadályokkal. A hétvégi forduló után a legjobbak tovább jutnak a bajnokságban. A csónakázató és környéke pedig hamarosan újabb versenynek ad majd otthont. Elkezdődött az utcák közti harc, ifjúsági és felnőtt baráti társaságok neveztek az idei Móricz kupára. Ezúttal 7 csapat küzd meg egymással a kiskanizsai műfűvön, a meccseket 3 egymást követő hétvégén rendezik. A kupát immár 45. alkalommal szervezték meg, s bár a résztvevők száma csökkent, a lelkesedés nem hagyott talább. A favoritok, vagyis azok a társaságok, amelyek a lelkét adják a kupának évek, évtizedek óta, most is neveztek. A sporteseményt idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta. Ma is már első nap, de már parázsmérkőzések voltak, tehát itt már játszott a tavalyi 2 döntős is egymással, újra összecsapott, és még várhatok is a mai nap szoros mérkőzések. Ami az nagyon fontos, hogy az 5 csapatból nem lóg ki senki, tehát nem sok különbség van a csapatok között. Most nézzük fontosabb híreinket újra, röviden. A hónap műtárgya. A nyár egyik nélkülözhetetlen ruhaneműjét, egy női fürdőruhát mutatnak be júliusban a múzeumban. Az úszódressz egy kanizsai asszonyé volt az 1930-as években. Közösségépítés. Családi napot tartottak az Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársaságánál. A program egymás megismerését és a kikapcsolódást szolgálta. Díjugratás. 3 megye legjobbjai indultak a hétvégi kanizsai versenyen. A bajnoki fordulón mintegy 40 lovas vett részt. Ez volt a Kanizsa TV július 17-i keddi híradója. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!